Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S plusz C Studio Kft. Szexárd. www.splusstudio.hu. Tizennégy évesen levezényelt egy lopás sorozatot, ítéletet hozott a szexárdi járásbíróság. Időközi választás, Berta Zoltán a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje Tolnán. Havazás nem okozott fennakadást a lehullott hó a közlekedésben. Összefogtak az állatbarátok, új családra lelt a süketés vak labrador. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Volt, hogy biciklit, motort, nyári gumit, máskor fát, vagy éppen fémhulladékot lopott el egy fiatalkorúakból álló banda Szekszárdon. 2017 nyarán a bűnözésre szakosodott csapat több mint 600 ezer forintnyi készpénzt vitt el egy autóból, amit másnapra el is költöttek az egyik helyi áruházban. A szekszárdi járásbíróság most hozott nem jogerősen ítéletet az ügyükben. Itt a szekszárdi strand öltözőjében hagyta el autókulcsát egy német állampolgárságú férfi még 2017 nyarán. A slussz kulcsot megtalálta az akkor 14 éves elkövető két társával együtt, majd az autót átkutatva 500 ezer forintot, 200 eurót és 22 ezer forint értékű cigarettát vittek el onnan. A pénzt elosztották maguk között, majd az egyik helyi áruházban még aznap el is költötték ruhákra, cipőkre, iPhone-ra, televízióra. Az eredetileg hétfős bandának nem ez volt az első megmozdulása. Rendszeresen járták a várost, és hol biciklit, hol motort, hol nyári gumit, máskor fát vagy éppen fémhulladékot loptak el, még el nem kapták őket a rendőrök. A lopásokat rendszerint az akkor mindössze 14 éves gyermekotthonban élő fiú ötölte ki. A szexuális járásbíróság most hozott ítéletet az ügyükben. A szexuális járásbíróság a fiatalkorú elsőrendű vádlottat kétrendbeli lopás vétsége, ötrendbeli lopás büntette, valamint tettleges becsületsértés vétsége miatt halmazati büntetésül egy év fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság megállapította továbbá azt is, hogy a fiatalkorú vádlott a próbaidő tartam alatt pártfogó felügyelet alatt áll. A szexádi járásbíróság a lopásban résztvevő másodrendű vádlottat 8 hónap fiatalkorúak fogházára ítélte, a szabadságvesztés végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A 600 ezer forintos lopásban szintén résztvevő hetedrendű vádlottat pedig egy év 6 hónapra próbára bocsátotta. Az ítélet nem jogerős, mivel ellene az ügyészség fellebbezett. Az első rendű vádlottal szemben az ügyészség javító intézeti nevelés elrendelésére tett indítványt. 30 év alatt megháromszorozódott az egyes típusú diabétesszel diagnosztizált gyerekek száma Magyarországon, ami évi 250-300 új beteget jelent. Magyarországon minden 600. 15 évnél fiatalabb gyermek érintett, a betegség előfordulása a 6 év alatti korosztályban, még az idősebb gyerekekkel összehasonlítva is aránytalan mértékben nő. Ez ma az egyik leggyakoribb krónikus gyermekbetegség. Jelenleg a világon a 15 év alatti egyes típusú diabétesben szenvedő gyermekek becsült száma közel 500 000, és évente körülbelül 80 ezer új esetet regisztrálnak. Több nőket érintő betegségre is jár adókedvezmény 2019. január 1-től. A havi 7450 forintos összegre az endometriózis, a mellrák, a méhnyakrák és petefészekrák betegségben érintett nők jogosultak. A kedvezményről az SZIA törvény rendelkezik és orvosi igazolással vehető igénybe. Több mint 2 milliárd forintos fejlesztés kezdődik idén a szexárdi ipari parkban, ahol mintegy 2000 négyzetméterrel bővül a csarnokok alapterülete. Az 50 hektáros ipari parkban, ahol 2017-ben 26 vállalkozás 517 főt foglalkoztatott, jelenleg 6000 négyzetméternyi csarnokot használnak a park bérlői. A projekt során 10 egykori honvédségi raktárépület helyén 4 új termelő funkciót ellátó csarnokot építenek, összesen 4400 négyzetméter.
négyzetméter alapterületen. A megmaradó mintegy 4000 négyzetméternyi ingatlanokon teljes körű gépészeti és energetikai felújítást végeznek. A tervek szerint 2020-ra befejeződő fejlesztés részeként közvilágítást, járdákat, vagyonvédelmi rendszert építenek ki a közel 2 kilométer hosszú belső úthálózat mellett, és 2 új trafóállomás létesül majd. Nem okozott fennakadást a közlekedésben a Tolna megyére hulló 3-4 cm-nyi hó. Az autóutak szinte mindenhol járhatóak voltak, és a települések járdáit is igyekeztek az önkormányzatok a lehető leggyorsabban sikosságmentesíteni. Takarítani kellett a havat az autókról már kedden délután. Akkor érte el Tolna megyét az ország északnyugati részéről érkező havazás. Néhány óra alatt 3-4 cm esett. Éjszakára szinte a megye teljes területén alábbhagyott a havazás, ami reggelre mindenhol teljesen meg is szűnt. Közepesen lehet járni itt a városban, hogy nagyjából le van tisztítva, de van utánpótlás csapadékból azért. Hiába voltak járhatóak az utak szerdán, vannak akik télen, amikor csak lehet, kerülik, hogy autóba üljenek. Nyári gumi van, úgyhogy én nem is autózom, csak letakarítom, mert műszakira megy az autó. A közútkezelő már 2 nappal a keddi havazás előtt közleményt adott ki, amiben azt írták, ha kell, éjszaka is folyamatosan dolgoznak, de egy hókotrójukra nagyjából 40-50 kilométernyi út jut, ezért az alsóbrendű utaknál előfordulhat, hogy lassabban tudnak haladni a síkosságmentesítéssel. Én Őcsényből járok be, 75 évesen nyugdíja mellett dolgozni. És akkor azt mondja, hogy jók a járdák is az utak. Meg a busz is könnyen jött, teljesen tiszta volt az út. Már kora reggel lapátolták a havat a járdákról Szekszárdon a város alkalmazottai. A Tolnai megyeszékhelyen ugyanúgy, mint a legtöbb településen sikerült eltakarítani a havat a gyalogosok által használt utakról. Viszonylag el vagyok ezekkel a nagy kerekekkel, nem vészes. Ugyanis előtte kint éltünk Norvégiában, és megszoktuk, hogy nagy kerék kell a hóban. De úgy látom, hogy a munkások csinálják a dolgokat, úgyhogy ez tök jó. A járdák síkosságmentesítését akkor, amikor havazik, még nem szokták megkezdeni. A friss hó ugyanis hatástalanná teszi a szóróanyagot. Az utakon és a közterületeken a közútkezelő és a helyi önkormányzatok felelnek a hó eltakarításáért. A legtöbb településen viszont helyi rendelet szabályozza azt, hogy a lakóingatlanok előtt a házakban élőknek kell eltakarítaniuk a havat. Bence Péter, Szekszárd. Berta Zoltánt, Tolna jelenlegi külsős társadalmi megbízatású alpolgármesterét indítja a Fidesz-KDNP a március 3-ai időközi önkormányzati választáson körzeti képviselőnek. Az időközi választás kiírására Pirgi József Tolna addigi alpolgármesterének és önkormányzati képviselőjének tavaly novemberi halála miatt volt szükség. Ha Fidesz támogatással indul, akkor mindenképpen ehhez a politikai közösséghez kell, hogy tartozzon. Ez volt az egyik szempont, amit mérlegelve Tolna polgármestere Berta Zoltánt a város jelenlegi külsős társadalmi megbízatású alpolgármesterét kérte fel önkormányzati képviselőjelöltnek. Emellett azok is fontos érvek voltak, hogy Berta Zoltán 4 éve napi szinten dolgozik együtt Appelszófer Ágnessel, a közös munka pedig mindkettejük szerint kiegyensúlyozott, valamint hogy a mostani alpolgármester jó kapcsolatot ápol a helyiekkel is. A döntés előkészítésben már korábban is részt vett, de hát az is nagyon fontos, hogy az ő szava is ténylegesen számítson a képviselőtestület szavazása szempontjából. A Fidesz mellett a kisebbi kormánypárt, a KDNP is támogatja Berta Zoltánt, így mindkét politikai közösség őt indítja el Tolnán március 3-án képviselőjelöltnek. A polgármester Zoltán a legalkalmasabb jelölt Tolnán, mindenki ismeri Zoltánt, nagyon sokat dolgozott, kézben tartja a városnak a gazdasági ügyeit, az egész városért érez felelősséget, és nyilván ebből az adott nehéz helyzetből adódóan helyt fog állni az egyéni körzeti képviselőként is. Az eredetileg közgazdász végzettségű Berta Zoltán 2016 óta tagja a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, 2014 óta a város alpolgármestereként főleg a helyi városüzemeltetés irányítása volt a feladata. Azt mondja, megválasztása esetén elsődleges célja az lesz, hogy bevonja a körzetében élő, mintegy 800 tolnait a helyi közéletbe.
a személyes jelenlétre, a helybéli lakókkal való konzultációra fogom a hangsúlyt fektetni, mind a kampányidőszakban, illetve hogyha megválasztanak a körzet polgárai, akkor azután a következő hónapokban is erre fogom a hangsúlyt fektetni. Szükségszerű, hogy megismerjük az ő véleményüket, szükségszerű, megismerjük a gondolataikat. Jövőre nem csak időközi, rendes országgyűlési önkormányzati választást is tartanak. Tolnán azért kell mégis március 3-án voksolniuk a helyieknek, mert Pirgi József halála és az országos választás között több mint 6 hónap telik el. Számos a lakosság komfort érzetét növelő beruházással nagy léptékben fejlődött Dunaföldvár az elmúlt időszakban, de az egészségház és a kultúra területén még van pótolni valója a városvezetésnek. Dunaföldvár polgármestere új évet köszöntő beszámolójában a település jelenéről és jövőjéről adott átfogó tájékoztatást a város lakosainak. Az egészségügyi pályázataink azok sehol nem lehetnek. Dunaföldvárnak az egészségügy területén van a legnagyobb lemaradása és teendője a jövőt illetően. Hangzott el azon az előadáson a polgármestertől, melyen Dunaföldvár jelenéről és jövőjéről beszélt Horváth Zsolt, a Kertbarátok Városvédő Egyesülete által szervezett téli esték összejövetelen. A lakosság komfort érzetét növelő beruházásokkal nagy léptékben fejlődött a város. Mind az utak, járdák, a Dunapart megújítása, a piac, béketér, és ezek mellett pedig lenne a humán erőforrás képzéséhez, a gyermekeinkhez, a bölcsőde, az iskola, az óvoda megújítása történt. Egy kis adóságunk van ebbe, az egészségház az egy picit elmaradt. Az egészségházban komoly fejlesztésekre van szükség, a 21. századnak megfelelő szintre emelésével. Egyelőre itt a pályázati lehetőség nagyon csekély a 8600-as lélekszámú település számára, hangzott el. A városvezetés fő célja, hogy élhető kisváros legyen Dunaföldvár, az elvándorlást és a népességcsökkentést megállítsák. Ezt szolgálja az is, hogy az elmúlt években nagyobb cégek, vállalkozások települtek a város határába. Lukácsi Pálné közel 40 éve költözött Bátaszékről Dunaföldvárra, ahol új otthonra lelt. Mi jól érezzük magunkat, úgy érzem, hogy megbecsült polgárai vagyunk a településnek. Helytörténeti munkánkkal sok mindent teszünk is az asztalra. Most éppen a 30 éve város Dunaföldvár történetével foglalkozunk. Dunaföldvár 2018-ban több mint 3,2 milliárd forintból gazdálkodott. Ez a szám 2019-ben reményeik szerint nőni fog. Az ASE férfi kosárcsapata a szezon végéig szerződést kötött Julian Horflit amerikai játékossal. A Falco KC korábbi kosarasa hétfőn már a csapattal edzett. A 27 éves hátvéd a válsérülése miatt távozó Shannon Evans helyét veszi át a csapatban. Norflit 3 éve játszik a magyar bajnokságban, jó formában van, az idei szezonban a szombathelyi csapatnál 13 mérkőzésen lépett pályára, kezdőként közel 12 pontot, 4 lepattanót és 5 gólpasszt átlagolt. Az NBA G-ligából is hozott játékost az ASE, Ladon T. Henton a szezon végéig írt alá, ő az 5. légiósa a Paksnak. A 27 éves közel 2 méteres Henton 3 és 4-es poszton is bevethető, csütörtökön érkezik az Atomvárosba. Páratlan összefogás eredményeként új családra lelte a karácsonykor otthonról kidobott öreg, beteg labrador kutya a szexádi kutya menhelyről. A menhely vezetője Fiat Szilvi azt mondja, nagyon ritka, hogy egy beteg, idős állatot fogadnak örökbe, tudva, hogy a kutya kezelése sok időbe és pénzbe kerül majd, ezért példaértékű ez az eset. Esélytelennek tűnt, hogy a 10 éves, otthonról kidobott, beteges labrador új családra leljen, mégis ez történt. Az év végén az egyik áruház közelében talált süket és vak kutyáért egy veresegyházon élő állatorvos és kutyaképzéssel foglalkozó párja jelentkezett, miután Fiat Szilvia felrakta a közösségi oldalra az igen sok megpróbáltatáson átesett kutyaképeit. Szegény árokba beleesett mindenhova, ugyanis kiderült róla, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem lát, ugyanakkor semmit nem hall, és hát emellett is a bőre is, és egyáltalán nagyon rossz általános állapotban volt a kutya. Mi elhelyeztük, és az első dolgokat, amik szükségesek voltak.
A több tagú család a négy lábúért azonban nem tudott leutazni Szekszárdra, ezért újabb felhívást tett közzé a szekszárdi kutyamenhely vezetője. 8 ember jelentkezett arra, hogy segítsen eljutni a labradornak új családjához. Végül az egyik pár fel is vitte a kutyát Pestre, ahova már az új gazda érkezett. Bori azt mondja, kutyák között zajlik az élete, és két idősebb állata mellé régóta szeretett volna egy újabb kutyát. Most alakult úgy, hogy megnyílt ez a rés, tehát van kapacitásunk arra, hogy segítsünk egy ilyen kutyuson, és azt is gondolom, hogy egy olyan embernek, akinek erre lehetősége van, tehát azért nálam 4-5-6-7 kutya is van adott esetben, akikre vigyázok, ott igazán elfér még egy éhes száj. Tehát egyfelől szerintem kötelességünk is nekünk, hogy megadjuk ezeket a segítségeket azoknak a kutyáknak, akik alapvetően ezt már nagyon kis eséllyel kapják meg. A család legifjabb tagjától a labrador a Katica nevet kapta. A képeken látszik, hogy a négylábú kicsit kikerekedett, élvezi a szabadságot, és jól érzi magát új családjánál. Katicának tehát már minden adott, hogy fennmaradó éveit nyugodt és szeretetteljes közegben töltse. Regionális híreinkkel folytatjuk. Minden eddiginél több utas 2018-ban rekordot döntött a Balatoni Hajózási ZRT. Járműszolgáltatási platform, ingyenesen kérdezhetők le a járművek adatai. Kártevők, komoly károkat okozhat a mezőgazdaságnak az enyhe tél. Rekordévet zárt a Balatoni Hajózási ZRT 2018-ban. Csak decemberben a kompközlekedés forgalma 12%-kal emelkedett. Az év utolsó napjaiban is rengetegen használták a kompokat a Balaton két partja között az átkelésre. Ugyanakkor a társaság telephelyén már zajlanak a felújítási és karbantartási munkálatok is. 15 ezeren utaztak az év utolsó hónapjában a balatoni kompokon, csaknem 1600-zal többen, mint 2017-ben. Ez 12%-os emelkedést jelent a társaság bevételeiben. De gépjárművel is többen vették igénybe a szolgáltatásokat, mint az előző év hasonló időszakában. 6600 gépjárművet vittünk át a két part között, ez egy 16%-os emelkedés 2017 decemberéhez képest. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon jól zártuk az évet, gyakorlatilag az év utolsó napjaiban napi szinten 11 járatot indítunk meghirdetett menetrend szerint, ehhez képest volt olyan nap, amikor 16-szor, 17-szer is fordult a komp a két part között. De nem csak az év utolsó hónapjában dőltek meg a rekordok, hanem az egész évet tekintve is, hiszen november 14-én már a 2 milliómodik utast köszöntötték a társaság munkatársai. Az év végéig pedig mind a személyhajók, mind a kompok adatait összevetve 2.025.000-en vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait. 2 millió fölötti utasszámra pedig utoljára 2001-ben volt példa a balatoni hajózás történetében. Bár a kompok egészen addig járnak, amíg a balatoni jégvastagsága meg nem haladja a 6-7 cm. A társaság telephelyén már javában zajlanak a felújítási, korszerűsítési munkálatok is. Gyakorlatilag tavaly szeptember óta már részleteiben megterveztük a felújítási, karbantartási, beruházási feladatokat, ezeket ütemeztük, hozzárendeltük a költségeket is. Nagyságrendileg 455 millió forint összeg áll rendelkezésre a beruházások kapcsán. Ehhez társul még egy kb. 318 millió forintos karbantartási, javítási keret is, úgyhogy ebből fogjuk a munkálatokat megkezdeni. Gyakorlatilag a három kompon nagyon komoly motorfelújítási munkálatokat hajtunk majd végre, két katamaránban, a Badacsony és a Füred katamaránban pedig a motorokat is ki fogjuk cserélni. Emellett számos kisebb, de fontos és évről évre elvégzendő javítási, karbantartási munka is vár a hajózás munkatársaira. A beruházási költségből nagyságrendileg 90 millió forintot fordítanak majd a kikötők, közforgalmi kikötők, illetve 50 millió forintot a vitorlás kikötők felújítására. Ingyenesen bárki lekérdezheti januártól a gépjárművek adatait, a Belügyminisztérium által létrehozott járműszolgáltatási platformon rendszám alapján megtalálhatók az autó műszaki adatai, például a kilométeróra állása, a jármű baleseti előélete, de elérhetők lesznek az eredetiségvizsgálaton készült fényképek is. A rendszer januárban még tesztüzemben működik, a szolgáltatáshoz azonban hamarosan mobiltelefonos applikáció is készül.
Januártól elindult a járműszolgáltatási platform. A rendszer egyesíti a különböző hivatalok gépjármű nyilvántartási adatait. Ezeket ingyenesen bárki lekérdezheti, amennyiben a járművet Magyarországon helyezték forgalomba. Ehhez nem kell más tenni, mint a rendszámot beírni a magyarország.hu oldalról elérhető keresőbe. Ebből letölthető különböző információk a gépkocsi előjelétével kapcsolatosan, fotók, eredetvizsgafotók, kilométer, futás teljesítmény, előzmények, különböző káresemény előzmények, amik fontosak lehetnek. Bár, mint mondtam, én úgy gondolom, hogy inkább a szakma számára előnyösebb és fontosabb ez az információ. A rendszert az ügyfélkapun keresztül bárki a jogcím igazolása és mennyiségi korlátozás nélkül igénybe veheti. A szolgáltatáshoz hamarosan mobiltelefonos applikáció is készül. A szakember szerint azonban a kereskedők számára jelent nagyobb előnyt a rendszer. Mindenféleképpen egy szakember segítségére van szükség, aki értelmezhetővé teszi ezen információkat. Segítheti az eladást feltétlenül. Én úgy gondolom, hogy mindig fontosabb lehet az, hogy például egy tulajdonjog átruházási kérdésben adna segítséget ez a rendszer, nem pedig egy olyan előletben, ami egy laikus számára értelmezhetetlen, és nem biztos, hogy fontos. A szolgáltatás január végéig még tesztüzemben működik, ezért egyes funkciók még nem érhetők el teljes körűen. Emellett a kártörténeti adatok megismerésére csak a január 1-jét követően bekövetkezett káreseményekre vonatkozóan lesz lehetőség. Nem igazán örülnek az eddigi enyhe és száraz télnek a mezőgazdaságban dolgozók, ugyanis csak hosszantartó hideg következtében pusztulnak el a kártevők. Tavaly a tartós fagy tavasszal érkezett, ami a dió és kajszibarack termésben okozott nagy kárt. Az elvetett vagy kikelt növényeknek a legoptimálisabb az lenne, ha 20-25 cm-es hótakaró alatt telelnének a földeken, és az éjszakánkénti mínusz 15-20 fok sem tenne kárt bennük, mondja a szakember. A klímaváltozás azonban felüléri a mindezt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tél sem hoz mindig tartós hideget. Sajnos a későn elvetett őszi vetések azok állnak, tehát az állapotuk nagyon keveset változott. Nagyon vártunk már erre a hóra, ami most a napokban esett. A hó az mindig áldás a mezőgazdaságban, mert hát eltakar, ápol és eltakar, illetve amikor ez majd elolvad, az nagyon jó hatással lesz a veteményekre. Hát most már azon drukkolunk csak, hogy ne megint késői fagyok legyenek, mert a márciusi fagyok azok igazán tudnak ártani, ugye tavaly különösen a dió meg a kajszibarack sínylette ezt meg. Tavaly a márciusi télből az áprilisi nyárba csapott át az időjárás. Két hét alatt legalább 20 fokot változott a napi középhőmérséklet. Ezt megérezte az agrárium. A nagy probléma az, hogy van egy enyhe tél, és igazából a korai növények elindulnak. Ugye itt szántóföldön is mondjuk a repce el tud indulni elég korán szárba, látni is már ilyeneket most is, illetve elsősorban a gyümölcsöknél van nagy baj, hogy elindul, gyakorlatilag lével megtelik a vesző, és utána jön egy nagy hideg, ami aztán elfogy a rügy, szétrobban a vesző, tehát nagyon sok kárt okoz. A gazdák dolgát a kártevők is megnehezítik, amelyek az enyhe időjárásban fagy nélkül áttelelnek a földben. Ha így marad, akkor nagyon korán el kell kezdeni a védekezést. Ugye különösen a repcéken, de hát a gabonákon is viszonylag korán, ha ilyen enyhe idő marad, akkor el kell kezdeni védekezni, de hát a gombabetegségek is könnyebben áttelelnek ilyenkor. Ha így marad az idő, akkor nyilvánvaló a szőlőkben is, de a gyümölcsösökben is, különösen a barackosokban nagyon hamar el kell kezdeni permetezni majd. Az elmúlt évet értékelve Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnök elmondta, almából, megyből és körtéből is jó termés volt Somogyban. Szőlőből 10-15%-kal többet szüreteltek. A kalászos gabonák és a repce mérsékelt hozamot adott, az előző évhez képest hektáronként 1 tonnával kevesebbet. A napraforgó és kukorica termés tekintve viszont jó évet zártak 2018-ban a somogyi gazdák. Végül nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Tizennégy évesen levezényelt egy lopás sorozatot, ítéletet hozott a szekszárdi járásbíróság. Időközi választás, Berta Zoltán a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje Tolnán. Havazás nem okozott fennakadást a lehullott hó a közlekedésben. Összefogtak az állatbarátok, új családra lelt a süketés vak labrador.
Csütörtökön erősen felhős idő várható, reggel délelőtt még számítani lehet kisebb havazásra, ami fokozatosan gyengül, majd estére megszűnik. A hőmérséklet egész nap fagypont közelében alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!